Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok! És ez itt a Let's Play Rom Total War, Ebből Papa Rom következő része, és... Én nem tudom. Nem tudom. Elfoglaltam egész Szicíliát, bezúztam Messánát, átkeltem Itáliába, elkezdtem terjeszkedni Ibériába, és ezek a rohadt rómaiak nem hajlandók hátba szúrni. Nem tudom még mit kéne csinálnom az, hogy kiprovokáljam belőlük, talán hogyha majd régión kapitulál, az elég lesz. Hogyha legutóbb emlékeztek, nos igen, nem tudtunk kiprovokálni egy háborút a rómaiakból, és nem akarok én lenni az, aki felrúgja a szövetséget. A mai részben valószínűleg tovább fogunk terjeszkedni, leginkább még Lászlók rovására kéve, hogyha a rómaiak megtámadnak. Mielőtt elfeljeném, újra képezik a flottát, legalábbis az egyik részét, ezek szerint. Mások, hogyha a rómaiak úgy döntenek, hogy nem támadnak meg, akkor lehetséges, hogy indítunk egy expedíciót és veszik mondjuk Krétát. Amiért azt hiszem, a hellén szövetség meg fog minket támadni, de ebben nem vagyok biztos. Viszont azt hiszem, hogy ebben a körben nincs igazán teendőm. Arszot ostromoljuk. Igen. Hányan vannak még a védők? Ó, fogynak azok szépen lassan. Fogynak. Azok a nehéz avasok, ami mindig aggasztóak. Szerencsére azért lándzsásaink vannak. Megpróbáljuk megint nyaggatni a luzidánokat egy térképére, hát már elég területet foglaltunk el nekik, az, hogy adjanak. Ó, elfogadták, remek. Jó, de még nem igazán kezdtek el terjeszkedni Ibériában, szupi. Igazából nincs senki, akitől kérem kéne valamit, és itt elindultunk megkeresni a szakákat, de aztán már mozgott a diplomatánk. Ja, mozgott. Tovább éjszakra. Jó, akkor következő kör. Oké, a makedonok úgy látom nem támadják meg azt az epirusz isereget. Nem is tudom miért. Fucking pűrös a dunsztekjeivel, nem értem miért nem csinál semmit. Na azért! Megy meghódítani a gétákat. Vagy trákiát. Oké, Hazdrubálnak már el kellett kezdenie beosztani az ellátványát. Ami azt jelenti, hogy rosszabb a morál, de ez nem igazán zavar. Arsz annyira ki fog éhezni, hogy esélyes lesz a védőknek. Ezt itt újra képezik, meg újra képezik akkor már a főnök testőrségét. Igen, ez a titulusa, ő a főnök, ő Kartágó főnöke. Jó, és régen a következő körben kapitulál elméletileg. Hol van a diplomata? Itt. Tovább éjszakra. Keressük a szakákat. Oké, ugye a Marakandát még nem támadták meg. Pedig ez könnyű célpont lenne, nincs fala. Nomádoknak ideális. Jó, aztán nincs több dolgunk, kövikör. Mert csak Rómával vigyáznom kell, azt hiszem lassacskán megkapják a Polybiusi reformot. Azt hiszem 242-ben kapják meg, vagy valami ilyesmi. De onnantól veszélyt jelenthetnek ránk. Igazából arra számítottam, ott ment Pyrrhos, hogy mire ideérünk megtámadnak. Na! Kirohant a régió helyőrség, Aulus Decius Jubelius vezetésével. Van két egységnyi háztatusz, egy egységnyi principész, három egységnyi tartalékos, egy egységnyi, hogy is hívják, paritjás és egy egységnyi ijász. Szerintem ezekkel azért elbírunk, valahogy nagy nehezen. Hamilkár, hadd kérdezem, meg mi van veled meg a lejtőkkel? Miért nem tudunk soha tetejére állni? Na mindegy, lássuk mivel akar kirohanni az ellenség, úgy látom a principésszel fogja vezetni a rohamot. Akit követni fog egy egységnyi, két egységnyi háztatusz és esetleg egy egységnyi... Blablablam. Porítjás. Jó, felszerelést eldobni. Milicistákkal előre. Líbiai lándzsáson mögéjük. Valószínűleg megint egy olyan manővert fogunk egyébként bedobni, mint a legutóbb, hogy elvágjuk az első egységet. Könnyű gyalogság legelőre. Barra-barra, ahogy mondod. Nem jobbra-jobbra, barra-barra. A csatározókkal feljövünk az alakzat oldalára, mivel megint egy oldalon vannak, egy oldalra jövünk föl. Mivel az ellenségnek nincs igazán, na jó, van távolsági csapata, de nem túl veszélyes, valószínűleg szét tudjuk őket majd dobálni. Ha Milkárt gyere eddig, mondjuk. Az elefántok maradhatnak, nem akarjuk, ezt ebbe a csatában nem fogjuk őket használni valószínűleg. A princepszek még lándzsal vannak ellátva, tehát ezek még veszélyesek közel a harcban az elefántokra meg a lovasokra. Azt hiszem a Polybius rendszerben már nekik is ugyanúgy kardjuk lesz. Jó, hogy Hastatus egységgel kirohant. Megrohanjuk őket frontálisan. Az ibériai gyalogsággal megdobáljuk őket.
Veletek meg az ellenség hátába kerülünk, megállítjuk a paritjásokat, akik először rohannak ki, mert logika. Hogyha a paritjásokat nem is, akkor a következő egységet megállítjuk. Oké, a paritjások össze-vissza rohangásznak rájuk, nem akarok támadásparancsot kiadni, mert a végén bekergetik őket az erődbe, és ott lekaszálják őket. Szóval egyszerűen kerítsük be az ellenséget. Dobáljuk meg, ha már ott van. És ezzel a két egységgel majd belefutunk az oldalába annak, aki ki akar rohanni. Jó, elkezdett minket dobálni az ellenség a tartalékosaival. Én sajnos ilyen aránylag jól elvágtuk a Astartosokat, igazából nem is találja el a saját embereit, tehát ez nekünk nem jó. Na jó, kiadjuk a támadásparancsot azokra a csatározókra. Mármint, hogy is hívják okra. Paritjásokra. Azt hiszem, ezek paritját használnak. The fuck! The fuck! Arra! Nem oda, arra! A várba! Mármint a fafalak mögé. Fuck! Na azért! Most már csak... NEM! Befele! What the fuck játék? Mindegy, ezeket a láztatokat itt bedaráljuk, azokat meg feltartjuk addig, amíg megjön az esze a maradék egységemnek. Lehet, hogy bedobjuk az elefántokat a tömegbe mégiscsak, mert ez itt így nem jó. A háztartozók hála az ének nincsenek ellátva túl sok pilummal, legalábbis azt hiszem már ilyenkor is pilummal dobálóznak. Tehát nem tudják a végtelenség fenntartani a dobálózást, a tartalékosok meg már harcban vannak. Oké, okay, közben a háztartozók fogynak szépen lassan. Éppen újra töltenek. Újra töltik a pilumvetőt. Jó, azok eddig közben szétlövik és nem tudnak dobálózni értelemszerűen. Tudtok dobálózni? Ugye berohantok a közelharcba. Jaj, csak berohanni tud... Nem kell berohanniuk a közelharcba. Remek, akkor megdobáljuk őket, akik ott vannak a tömegbe. Az a jó azokban a láncsások, hogy fel tudják tartani a tartalékosokat, hogy el, tehát így nem lesz gond. Jó, azt azok közben szépen lassacskán el fognak fogyni. Oké, menekülnek, ez azt jelenti, hogy bedaráljuk őket. Pontosabban a halálig harcolnak. Ez azt jelenti, hogy lényegében nem tudják megölni az emberek, mert csak nagyon ritkán. Na, most már meghaladnátok. Oké, meg egy van. Meghaltak, remek. Dobáljuk meg és rohanjuk meg azokat ott. Jó, és utána az a lovasságunk készen áll. Bedobjuk az elefántokat. Mert ha egyszerűen beállunk az ellenséggel szembe, akkor ő fognak nyerni, azt azok jobban közel harcba az én lángzsásaimnál. Bár ezzel nem azt látoszok, akik éppen tartják a frontot, de akkor is. Megjönnek ezek a badass embereink. Ja igen, mert csak utána néztem, hogy miért fut a játék ilyen alacsony framerate-tel. Tesztelgettem egy kicsit, és úgy néz ki, hogy azért van, mert a játék egyszerűen pocsékul van optimizálva a modern processzorokra. Nem mint ez a játék hibája lenne, mert fucking 12 éves. Igen, igen öregek vagyunk. De ezzel így nem igazán tudok mit csinálni. Majd utána nézek, hogy van esetleg valami fix, de egyelőre nem találtam. Na, elefántok befele! Itt valószínűleg veszteni fogunk pár elefántot egyébként. Oh, what the? Oké. Okay. A pörgő elefánt. A mágikus kvantum elefánt. Komolyan ezek az emberek akkor behesszek? Össze-vissza dobálják az ellenséges katonákat, mindenki szurkálja őket, ezek meg itt ülnek, like a give a fuck. Vagy csak nem szemüveg, az ott egy napszemüveg, vagy csak árnyékos a szemük? Úgy látom az elefántnak elege lett a közelharcból. Jó, visszavonjuk őket, mert úgy látom a nagy részük csak libasorba áll, az alakzatot bezúztuk. Enyek halt, ne! Babar, ne! Megölték Babart!
A rohadékok. Na mindegy, bezúztuk őket a kapun belőle. Lehetség is, hogy vissza kell vonulnunk. Mert nem akarom, hogy ilyen közarcba dőljön el a csata. Mert ebben nem vagyunk jók. Ja, kivonjuk a libiai gyalogságot. A sereg felét, háromnegyedét. Jó. Úgy adom, bár még beszorultak, de nagyjából kiértek. Ott valaki éppen fut a falnak. Ketten is egyszerre. Quantum Hannibal. Jó, kivonjuk a milicistákat. Jó. És kivonjuk az ibériai gyalogosokat. No. Kirohantak a statuszok. Már mennyire. Fogjuk meg őket. Jó, az ellenség elkezdett kiáramlani. Jó, jó, áramoljon, áramoljon. Egy egység milicistát bedobunk. Úgy az igazán, minek van esze és rájött, hogy mire készülök egyébként. Nem mint, hogy nagyon jól titkoltam volna. Jó, és már elkezdtek jobban kiözölleni. Bejöjjük csatornunk a csatarazókkal. Nem a legfélelmezesebb lovassági roham, de megteszi. Azt hiszem túl közelről nyitottam őket, hogy rohamozzanak. Legalábbis azt hiszem, be is van charge distance, mint a medieval-be. Jó. Oké, elkezdjük letolni az ellenséget a kaputól, most hátukba rohanunk a milicistákkal. Jó, kaputól elvágva, ide tudjuk őket darálni. Ha jól látom, leginkább tartalékosok, de van köztük pár háztatusz is. És közben néhány csatározó tartja a vonalat a kapunál. Jó, hogy elnézem, a csatározók kiépítettek egy hídfőt a kapun belül. Hogyha ezeket valahogy át tudnám képezni, nehéz lovasságra megtenném. Bedobjuk az utolsó csatározó egységet erősítésnek. Segítünk itt a belső harcokkal. Jó. Oké, üdvözlöm, eddig tudtuk őket tolni. Oké, menekülnek azok a tartalékosok. Meg jött van az, hogy kollektíven kinyírjuk. Becsapták az ajtót a rohadékok. Hogy van képük? Nem tudom, hogy nem foglaltam el az ajtót, amikor betoltam. Na azért. Na, elfoglaltuk a kaput. Oké, most berohanunk. Beküldünk két egységnyi libiait a principészre. És közben kivonjuk a csatározóinkat. Nagy részük halott, de kivonjuk őket, ami még maradt. Jó, megint elfoglalt az ellenség a kaput, somehow. Nem tudom, hogy ezt ők hogy csinálják, amikor nekem be kellett őket tolnom eddig, ők meg így megálltak előtte és elfoglalták. Lehetséges, hogy valahol itt van el a capture point, vagy nem tudom, valamilyen bullshit. Jó, titeket kivonunk a harcból, ahogy mondtam. Elkezdtek menekülni, ezért nem vonultak vissza, totál bor logika. Jó, megdobáljuk a princepseket, amennyire tudjuk. Hát jól látom, az ellenség kiszorít minket. Ez a baj, ez ilyen frontális mospit harccal. Ebből a rómaiak jobbak. Kivonjuk a líbiaiakat. Kivonjuk a polgármilicistákat. Felhozzuk Hamilcar testőrségét. Ez a 15 ibériai remélem föltartja őket. És kivonjuk őket is. Na gyertek, rohadékok! Hé, állj már meg! Na. Jó, az ellenség elkezdett kirohanni. De ők tartjuk az alakzatot és elkezdünk dobálózni. Remek, az ellenség menekül. Megállj már! Na.
Oké, úgy látom, a Princeps kell nem rohant ki. Okos döntés. Mi viszont berohanunk. Most, hogy ennyire megfogyott az ellenség és ennyi van menekül, szerintem elbírunk a Princepsekkel közelharcban. Főleg, hogy áttalálnak nekünk. The fuck? Akkor miért mozgunk ilyen lassan, hogyha menekülnek? Na jó, befele, mozgás. Ha mozgásparancsolodom ki, akkor nem állnak el harcolni semmivel, általában. Az egy darab háztatúszod jól megdobált minket, pirumokkal. Úgy látom, visszamenekülnek egészen a főtérre. Arról talán az oldalukba tudnék kerülni. Szóval két egységnyi líbiai gyalogost elküldünk erre a térre. Jó, közben mindenki beért. Remek. A polgármilicistákkal megindítjuk a támadást. Neki megyünk azoknak ott. Nem minden, hogy tartani fogják magukat a parityáikkal, de nekik megyünk. Beküldjük ezt a láncses egységet. Jó, úgy látom, az ellenség ellentámadásba lendült ez ellen a tér ellen. Bármint az embereim ellen, akik ott vannak azon a téren. Nem mint, hogyha magát a teret akarná megölni. Ezeket a tartalékosokat ledaráljuk frontális harcban. Menekülnek is, remek. Oké, a Princepsek is arra kezdett mozogni, ez jó. Ők is semmivel tudok harcolni? Nem, tartalékosokkal. Jó. Bedobjuk a két tartalékegységünket? Egyőre még nem. Felhozzuk őket erre az utcára. No. Most mi a helyzet? A Princepsekkel elkezdett futni errefelé, oké. Hogyha bemegy a közelharcba, oké, két tűz közé tudjuk őket szorítani. Minket is két tűz közé fognak szorítani, de nekünk 10 tartalékos lesz a hátunkban, nekik meg 400 föníciai. Na jó, 200. Bárint libiai. Jó, menekülő ellenség megállított minket. Total war logika. Ti... Az Isten itt. Itt az ellenség. Oda! Oda! Oké, az egy ember megállított minket. Pont mint a Rom 2. Na jó, nem annál még jobb. Jó, Princepseket két tűz közé szorítottuk, ilyen dől nekik annyi. Az egységem pedig azért remélem elbán pár tartalékos szerencsétlennel. Mondjuk azzal ott. Na azért. Akkor most azzal. Azokkal ott. Hogyha nagyon szemét lennék, akkor most megállnék és bemenném a főteret, miközben megy a harc, de nem vagyok nagyon szemét, megtámadjuk a Princepseket. Az egyik milicista egységemet szinte teljesen ledarálták, ez nem jó. Beküldjük az elefántokat? Nem kellenek. Elbírunk velük. Az elefántokkal igazából meg tudnék spórolni pár veszteséget, de nem szeretem ilyen személy módon használni az elefántokat, hogy kihasználom azt, hogy az én embereim elefánt immunisak. Jó, elég volt, hogy elfoglaljam a főteret, oké. Az idem, akkor benn is kell tartanom egy egységet. Nem csak besétálnom egyszer. Na mindegy, lehet, hogy ezt később változtatták és máshonnan emlékszem. Azt mondom, a Barbarian Invasion... Nem, benn kell tartanom egy egységet, akkor csak valaki benne állt a főtéren és most kijött. Jó, az embereinket, akik menekülnek, lövik a tornyok. Gyávák megérdemlik. De igen, itt látszik, hogy ezek az állampolgármilicisek már nem igazán teszik meg. Jobb katonákra van szükségünk. Majd fel kell állítanunk egy reguláris apacsereget. Valamilyen láncsás egységekből. Sajnos ilyen légiós-szerűségeket egy ideig még nem lesz hozzáférésünk. Van később egy ilyen afrikai erit csapat, de ahhoz azt hiszem egyrészt meg kell reformálnom a birodalmat, amihez kell építenem egy valami épületet, köszönjük, ez elég lesz. Másrészt meg egyszerűen még nincs hozzám a képző épületem, de az ellenséget szétvertünk. Kevesebb embert vesztettünk, mint ők, oké? Azért vesztettünk jó sokat. Majd megoldjuk valahogy, de a miénk régión. No! A népességet szokás szerint eloszlatjuk. Remek. Ó, itt van egy bánya, ez jó sok pénzt fog nekünk adni, hiszem körönként 2000-et, vagy valami ilyesmi. Ezeket nagyon megéri építeni, igen, körönként 2000-et ad. Jó, ezeket itt lebontjuk, mert ezek haszontalanok. Felépítjük az ideiglenes adminisztrációnkat. Mi vagyunk a legfejlettebbek. Végül is egy egész várossal megdobtuk a termelésünket. Messzenában elkészült a szentély, remek, építünk majd egy farmot, mert olcsó. És innen azt hiszem egyébként római auxiliákat fogunk tudni képezni.
Hol van az auxilia képzőépület? Jó, az azt hiszem kell az ideiglenes kormány. Mármint az ideiglenes békítő adminisztráció. Mert valószínűleg ezekből az egységekből próbáljuk majd összeállítani az új reguláris hadseregünket, hogyha lesz rá pénzünk. Meg építünk hozzá majd valamilyen lovasságot. Elefántokat, csak elefántokból fog állni a lovasságom. Ó, lepkiterjedt. Építünk utakat, mert itt szükséges lesz, hogy esetleg át akarunk vonulni a sivatagon aptulom a idák felé. Mert a sivatagon nem fogok túlságosan átvonulni egyébként, tehát a játékban ugye a Róm 1-ben még ugyebár nincs lemorzsódás rendszer, tehát a játék nem akadályoz meg abból, hogy ezt csináljam. De szemétség lenne átvinni 5 fullstacket a sivatagon és oldalba támadni aptulom a idákat. Tehát mondjuk, hogy egy vagy mondjuk, hogy kettőnél több fullstacket nem fogok itt mozgatni, hogyha aptulom a idák rá nem kényszerítenek. Mert hogy az emi 5 fullstack-et vág hozzám, akkor 5 fullstack-kel kell válaszolnom. Úgy látom, a szelokidesereg vagy vereséget szenvedett, vagy megosztott. Azt hiszem inkább megosztott, mert ugye erre láttuk őket menetelni. Tél van, tehát talán utoléri őket diplomatánk. Oké, úgy tűnik, hogy nem, de oké. Trákiát akarja bevenni, ha jól látom. Mennek ostromani Bizantiont. Taraszt pedig nagyon üresen hagyták. Ez nagy kísértés. Lehet, hogy meg kéne támadnunk Pyroszt. Ide építünk, nem építünk egyelőre. Ide viszont építünk egy helyőrséget, mert nem elég boldog a város. Meg építünk egy egységet. És igen, van egy helyőrség épület, amellett, hogy helyőrséget lehet hagyni a városokba, mert logic. Jó, a flottánkat újra képeztük. Ismét teljes létszámon operál. Kamikör! Ó, elfejtettem a szakákat. Na mindegy, valamennyire viszi az emmi a követemet. Aztán az a folyó oltár, és ott egy baktriai full stack. Nem, egy baktriai egység. Amikor egyszerű az átlók, akkor sose tudom, hogy full resadság vagy full stack. A rómaiak... Oh, fuck! A rómaiak elárultak minket. Haha! Végre! Nem mintha vártam volna rá. A macsak rómaiak. Igazából haza akartam vinni a hadseregemet újraképzésre, de... Ezek szerint ez a lehetőség nem adatik meg. Megvannak a szakák. Kasztana kapitány. Cseréljünk térképet. Mennyit foglaltatok el azt jeppéből? Oké, nem túl sokat, nem terészkedtek túl. Itt is van a településünk másnál. Jó. Gyere vissza a szeleukidákhoz és nyaggasd őket térképekért. Elárultak minket a gazrómaiak. Régióban kész az adminisztráció. Építünk egy hármas szinti kolóniát. És az itteni egységünk hellenisztik görögyalóságot tud gyártani, hát ennek nem örülünk. Akkor építünk egy bál templomot, abban a pillanatban, hogy kész van a kormányunk, adminisztrációnk, staff. Itt pedig építünk egy flottát. Miközben ez a flotta épül a másik flottánkkal megtámadjuk a rómaiakat, bedaráljuk a flottájukat, jó. Elsüllyedtek. És Téróval megyünk és felszedjük régiónból a hadsereget, amint csak tudjuk. Eközben Szirakúzában építünk egy csatározó egységet. Lilibóból pedig ezt a két egységet átrendeljük Messanába. Csak azért, hogy Messanából egyébként át tudjuk rendelni a helyőrséget régiónba. Eközben az Arszi védelem tartja magát. Sok rohadt Arsz. Kiéjesztetjük őket a fenébe, nem fogunk már rohamozni. Nem tudom, hogy a római hajón mekkora hadsereg lehet egyébként. A játék sajnos nem igaz, még a mod sem tudja sajnos igazán azt modellezni, hogy a rómaiaknak igazából az volt a rohadt nagy előnye, hogy eszméletlen effektíven tudták mobilizálni az emberi erőforrás tartalékaikat. Tehát nem kell attól félnünk, ami Hannibállal történt, hogy a rómaiak újra és újra vagdalják az arcunkhoz majd a hadseregeket. Legalábbis nem jobban, mint ahogy ez a Total War-tól elvárató. Eltelt még egy év. Nesztek. Másrészt szerencsénk van, hogy a rómaiak hátba szúrtak minket, mert a polibész reformokra ugyebár még szerintem nem került sor. Ha sor is került, nem volt idejük átképezni a cségüket, hogy az új fegyvernemet használják. Tehát aránynak könnyen le tudjuk őket majd verni. Olyan egységet fognak használni, mint amik itt régiónban voltak. Na! Az auxiliákat kivéve mindenkit feldobunk hajókra. Az auxiliákat értelmeszerűen azért hagyjuk így, mert őket Ibériába kéne vinnünk újraképzésre. És azért mégiscsak messze van. Szirakúzaiban rendelünk még egy egység, görögöt, ezt a két egységet átrendeljük Messanába, és a következő körbe átrendeljük a Messanából lándzsásokat régiónba. Ami azt jelenti, el is indítjuk őket.
Közben ez a flotta bemegy a szirakúzai kikötőbe, nem akarom, hogy rajtuk üssenek nyílt tengeren, hogyha esetleg a rómaiaknak van egy nagyobb csataflottájuk. Ott közben építeni fogunk pár egységnyi gyalogost, akiket a... Nem, két egység lovast, ami azt illeti, akiket a... Egy egység lovast és egy egység gyalogost, akiket majd adsághez fogunk csapni. Azt hiszem az első háborunkban nem fogunk túlterjeszkedni, beveszünk Kápuát és melyik is ez a település? Árpit. Esetleg parraszálunk Szegesztánál és bezúzzuk azt is. Hogyha el tudjuk hozni mondjuk az ibériai hadsereget. Mert lévén, hogy Arszot lázdók tartják, nem kell tartanunk válaszcsapástól. Közben az ellenséges hadsereg eléggé rendesen kiéhezett, ha jól látom. Lehet, hogy az autóbattle lesz. Nem, azért lejátsszuk, most fognak kirohanni. Elfelejtettem a követet. Na mindegy, a Szeleukidák még úgyse adnám a térképet, de az több terület kell. Lássuk, mit ütködnek. Rómaiak nem csináltak semmit! Haha! A gyávák nem mernek megmozdulni. Rettegésben tartom őket a hadseregemmel, amit hazavittem Afrikába. És kirohantak az árszéiak. Mármint az ársziak. Epaphosz vezetésével. Tehát van 103 nehéz gyalogosuk, 46 nehéz lovasuk, 46 könnyű lovasuk, már így közepes lovasuk. 73 lándzsásuk, 180 könnyű gyalogosuk és 80 hopitájuk. Jó, ezeket bedaráljuk egy... levezetjük mi a csodát, bedaráljuk őket. Nem olyan vészes ez. Na hát ott Hamilkár. Így néz ki egy ostromgyűrű. Na jó, egy ostromvonal. Szokás szerint eldobjuk az összes ostromszerünket. Az ibériai gyalogságunk, az ibériai lándzsásainkkal. Felhúzunk egy vonalat szembe a kapuval. Megint felhúzunk egy másik vonalat szintén az ibériaiakkal. Mögéjük elhelyezzük a militistáinkat, a saját polgárainkat, és a szárnyakra helyezzük a líbiai lándzsásokat. Jó. Ti futtak? És az utolsó ibériai lándzsás egységet hátra helyezzük tartalékba. Kár, hogy zoslom tornyainknál kell arcolni, mert ezek majd belekavarnak az alakzatba, hogy össze-vissza tologatjuk őket, de ez van. Van esetleg ellenség, aki az oldalamba akar kerülni, mert őt majd levadászom Hasdrubal testőrségével. Van, de egy nehéz lovas egység, tehát ez nem lesz olyan könnyű. Ez viszont azt jelenti, hogy a közepes lovasságával fronta is akar kirohanni. Vagy elküldi oldalra? Elküldi oldalra. Oké, tehát a két lovas egység a jobb szárnyunkon fog támadni. Meg is hogy hol megy ez a tartalék. Igen, ők fogják megállítani a nehéz lovasságot. Ők. No. Az ellenség úgy látom egyszerűen nekem rohan. Oké. Okay. Apropó. Mindenki tartja az alakzatot és dobálózik. Egyébként. Hát ők is dobálóztak. Következő adag! Ezek menekülnek. Ennyi dárdánk volt, de... Azért megszórtuk őket, nem árt az. Egyébként ti is tartjátok az alakzatot és dobálóztak. És mivel ahogy elnézem, nem igazán lesz szükség a... azért itt hagyjuk egyelőre ezen a szárnyon ezeket a lándzsásokat. Viszont megerősítjük ezt a vonalat a militistáinkkal. Jó, azt hiszem meg se kell mozdulnunk, csak tartjuk a vonalat. Az ellenség újra támad és támad és támad, még visszaverjük és visszaverjük. Ezekkel vigyáznunk kell, mert hogy jól nézni, nekik egész jó pajzsértékük van, ami azt jelenti, hogy aránylag jól ki tudják védeni a dobásainkat. Meg úgy kollektívan a távolsági fegyvereket, de mi leginkább ugyebár dobálózunk. Jó, jön a lovasság. Hasdrubal fordul. Na, megmered őket rohanni? Úgy látom, megmeri őket rohanni frontálisan, akkor nem dobálózunk, mert nem akarom, hogy egy dobás miatt rosszabbul tudjuk megállítani a rohamot. Jó, és nekünk jön frontálisan. Dur bele. Mi már neki megyünk. Jó, ezzel az egységgel nekifutunk a tábornoki testőrségnek. Ezzel elkezdünk hátába kerülni. Ekközben belecsattatunk az ellenséges lovasság hátába, remek. Kifutunk oldalra a milicistáinkkal és megfogjuk azokat a lovasokat ott. Nem az ellenségen keresztül lehetőleg. Jó,
Belcsatolunk a tábornok hátába erről. Ezekkel itt elkezdjük oldalra kibontani az lakzatot. Neki ott! Gyerünk! Roham! Ott az ellenség! Hop hop! Lita lita! Jó, akkor megpróbáljuk őket manuálisan irányítani. Közben ti belefutok ott a hátukba. Ott az ellenség, nekik! Közben a nehéz avasokat itt, ha jól látom, egész jól lefogtuk. Kikapcsoljuk a guard módot, mert most már elkezdhetjük őket bezárni az alakzattal. Jó, az akit befutottak, csak pont a tábornokot nem érték el, aki a célpont volt. Se baj! Jó, végre rohamoztak! Neki mentek a lovasság hátán, a szupi. Meg itt feleltek egy vonalba, ami hát nem a legjobb, de lehetne rosszabb is. Jó, lovasságok visszavonul, hagyjuk őket futni. Viszont, viszont bezárjuk a gyalogságukat az alakzatba. Jó, mivel a lovasságunk abba hagyta az üldözés, mert reasons, őket is arra használjuk fel, hogy itt megfutamítsuk és megöljük a tábornokot. Meg a testőrségét. Beléjük csattanunk. Kikapcsoljuk a guard módot. Nekik. Ti is. Meg tudjuk ezt futamítani azelőtt, hogy az ellenséges csapatok visszakoznak. Nem tudtuk, mert akkor már kaptunk volna continue battle-t. Ja, egy egység megfordult, egy ibériai könnyű gyalogos, meg egy ibériai lovas egység. Ez kettő, de mindegy. Az a lényeg, hogy bedaráljuk őket. Hol a tábor? Ott a tábornok. És ti hova mentek? Na mindegy. Fogjátok meg az ostromtornyot szépen. Irány a fal. Ti fogjátok meg azokat az antigravitációs kvantumlétrákat. És neki mentek egy másik fal részletnek. Közben a lovassággal neki megyünk azoknak a könnyű gyalogosoknak ott. Nem lándzsások, be tudjuk őket zúzni egy rohammal. Jó, az ellenséges tábornok halott. Az ellenséges gyalogság kevés maradéka fut. Ti felálltok ide. Ti pedig felálltok ide. Jó, ott a lovasság nekik, még mielőtt megzavarják az ostromtornyot vagy az antigravitációs kvantumlétráinkat. Akikkel arra a fal részletre megyünk rá. Igen, megint van egy egység, ami nem menekül, rotálja őket zenmi, nem tudom, hogy ez direkt csinálja-e. Ó, szóval rotálta őket. Nyertünk, vezetünk 220 ember, megöltünk 475-öt, remek. Na, remek. Arcaiel segünk belázadna és egyébként fogy a népessége és túl sokan vannak, szétszórjuk a lakosságot. Még így is látszott, ki kellett volna őket írtanunk. Na mindegy. Mutunbálnak van egy lehetséges férje. Jó, fölvesszük, merre most kellenek a tábornokok. Arceiban van, jó. Bodástárt, most fogod, és visszamész Mastiába. Jó, Kartágóban elkészültek az új hajók, Messalában elkészült az új képzőépület. Régión előtt római csapatok gyülekeznek. What? What? Nem vettem be az előbb régiót? Lefizette a régiót a rohadék. Nem volt ott egy ta... What? Ja nem, kiosztam a segéd és lefizette azt, ami ott maradt. A rohadt rómaiak. Vissza Messanába. Jó, Adrumentót fejlesztjük. Kartágó növekedett, na ezt akartuk elkerülni. Úgy tűnik, hogy az Ibériából szétszórt lakosság egy része ideért. Jó, flottát haza visszük. Találkozunk Akbar admirálissal. The fuck? Jó, Akbar admirális adakozik Téro admirálishoz, jól van. Fenébe. Jó, nem tudunk parra szállni csak a következő körben, nem baj, addig Kartágóban elkészül az a lovas egység, következő körben majd hozzájuk gyártunk egy láncsás egységet. A rohadt rómaiak, mensek! Alapból ezzel nincs problémám, mert rendben van, én is tudom fizetni az ellenséget. Egyedül azzal van problémám, hogy tudom, hogy a Total War játékokban az emi cheat-el. És azért egy kicsit szemétség, hogy a becsítelt pénzével egy az egybe lényegében semmi kosztér meg tudja semmisíteni a hadseregeimet. Ezért felhúzza egy kis az agyamat, de ez van. Lemondjuk a képzőépületeket. Van egy lerombott, de egy más kormány. Van, oké. Okay. Azt megjavítjuk és elkezdjük építeni a következő szintet. Ezt itt szintén leromboljuk, mert ez itt gall. Márint kelta vagy mi a fene. És építünk egy Afrodité templomot. Te mész éppen hazafele.
Mostanában építünk egy egységnyi csatározót. Remek. Rohadt rómaiak. Na mindegy, itthon van a hadsereg, készítjük hozzá az erősítést, be fogjuk őket zúzni most eléggé keményen. Attikában azt hiszem szintén tudok képezni aránylag jó egységeket, igen, képzünk ott is egy ilyen láncsást. Egy jóval komolyabb hadsereggel fogunk visszatérni, és Mágót is visszük szerintem a hadjáratra. Ő úgyis hamarosan meghal, 54 éves, Matuzsálem. Rohadt rómaiak. Nem fize... Hát persze, Róma. Mindig belóg a kezed. Oh shit! Az egy hadsereg. Ez egy aránylag komoly hadsereg. Legalábbis annak néz ki innen. Viszont messze annál legalább két kör lesz ostromolni. Addigra remélhetőleg ki újra képezzük a hadsereget és hazavisszük. Mindenkivel Kartágóba. Újra képzünk amennyit lehet, a maradékot a következő körben. Attikában áldozunk ezt a két egységet. Arceiban készül, ahogy is hívják, Lepkiben készül a következő szintű város. Remek. És a rómaiak fejlettebbek, mint mi, elnyúlták az egyik adófizető tartományunkat. Szirakúzait könnyebb lesz védeni. A láncsásokat kivonjuk Messanába és Szirakúzaiba küldjük. Messana kevésbé fontos, vissza is vonjuk a farmépítést. És Szirakúzait könnyebb lesz megvédeni tőlük. Amint azt már egyszer elmondtam. Nem tudom, miért ismétlem magamat. Na. Ó, itt van egy város, amit nagyon... Ja, de ez Lusitán, ez nem lázadó. Itt Bajkoit aránylag jól védik, vagy Bajkort. Ugye itt vagyok két egységet, az föllázad. Remek. Na te mész Masztiába. Onnan ezt a libiai egységet áthozzuk Arceiba. Ezzel a flott... Nem vagyunk egy őrblokád alá a rómaiakat. Ezt az átkülőt nem ártott volna lefognunk, oda küldjük ezt a flottát, hogy ezt pótoljuk, hogy ne jöjjön több római erősítés. Azt hiszem, hogy ha odaadok egy flottával, akkor lefogom az átkülőt és nem tud átjönni. Visszavonul! Megfélemlítettem, azzal, hogy visszavonultam. A terv működik. Akkor úgy tűnik, hogy nekünk kell támadnunk. De lehet, hogy az Elminek volt ezt és nem akart élni a ostromba kezdeni, de kétlem. Ez nagyon ritka, hogy egy Total War játékban az Elminek van esze. Ja tényleg is, ez elszállt az a régióni bánya, amit elfoglaltunk és olyan rohadt sok pénzt ad nekünk. Yay! Messzalában két vannak az utak. Szupi. Azt mondom, itt van az átkelő, valahol, valamelyik ebből a két mezőből. Mind a két mező átkelő, hogy rohadnának össze. Na jó, mindegy. Még egy kört várunk, amíg itt minden újra képződik. Arceiba közben érkezik az egység. Remek. És mindjárt elkészül a következő kormányépületünk. Közben a Szeleukidák akarnak térképet csinálni? Nope. Rohadt rómaiak a bírságaikkal, igen, vesztegetésükkel. Jó, láncsosokat visszahozzuk Messanába, mert a következő körben megindítjuk a flottát Kartágóból, és ezzel a két láncsos egységgel csatlakozni fogunk a hadsereghez. Sajnos csak egy lovas egységünk lesz, tehát továbbra is testi lovasságot kell használnunk arra, hogy védjük a szárnyat. Nem örülök, mert benne van a tábornok, de ez van. Régión be fogjuk zúzni az elefántjainkkal, rohammal bevesszük. Szerintem autóbatől lesz, hogyha nem veszi túl sok embert zemmi. Utána pedig tovább megyünk és veszünk Kápuát. Kápua után pedig Árpi fele fordulunk, nem Róma felé megyünk tovább. Következő év? Jó, Arceiban elkészült az új kolóniánk. Épül a templom. Ebben a körben nem veszünk semmit.
mindenki kívül teget Himilko, mert így mindig Himilkónak. És két minitis tehetséget. Fuck, Kartágóban fogy a népesség. Lejjebb viszik az adókat. Az jó, hogy elég rendesen ki fogja herélni a bevételemet. De ez van. Következő pár kör múlva úgyis elfoglaljuk régiont. Ezekkel az egységekkel beállunk ide Dél-Itáliába. Régión közelébe. Hány egység védi régiont? 2. Fuck you. Fuck you, Róma. Nem tudom, miért mondtam majdnem azt, hogy fuck you, Itália. Nem az egészen van a bajom, csak ezzel itt! Azzal a vörös hidrával ott középütt. Jó. Ezt a pénzt megtartjuk, mert látszik is, hogy elkezdünk átmenni deficitbe. Úgy jól, ott kellemes nyaralni. A görögök már ott vannak egy ideje. Most remélem, hogy közben nem lesz semmiféle baj a görögökkel. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik tartományokat védik egyébként, de a legtöbb görög kolónia van a játékban, tehát... Kerzon, Sinope, azt hiszem Masszíriát is védik. Ezek mind olyan tartományok, hogy Lászlók irányítják, viszont ha megtámadod őket, akkor a görög szövetség a védelmükre siet. Mert nem vagyok benne biztos, hogy mi ez a görög szövetség, mert ilyenről, amiben Athén meg Spárta volt aránylag kevés öltről, főleg így 270 környékén volt. Hogy hívták az épsit, azt hiszem a Kremonidészi szövetség volt hasonló talán? De az még nem létezett 274-ben, amikor indul a játék. Na mindegy, ilyen apróságokban nem kötünk bele. No. Lássuk a rohamot. Ja, ez egy vicc. Markus kapitány véd 230 tartalékossal és 150 princepszel. Mentünk egyet. Mentünk egyet úgy, hogy nem érjük fölül a legutóbbit, mert nem akarom, hogy az legyen esetleg, hogy bebágol egy szélve és a legutóbbi meg fölül van írva és nem tudok rá visszatölteni. És nézzük a rohamot. Vesztettünk 38 embert, ebből egy elefánt. Fuck you játék! Na jó, ezzel nem fogom most újraindítani. A régióni népességet viszont bedaráljuk. Elsődlegesen azért, mert tovább akarunk menni. A következő körben. Hogy húzták fel ezt egy körül a rómaiak? Na mindegy, kapok bőle 800 minát, hogy lebontom. Ah, van itt egy római ideiglenes kormány, ezt is lebontjuk. Messzanából átrendünk egy csatározó egységet a helyőrséghez. Aztán fogjuk ezt a flottát és blokkádra leveszünk magát Rómát, ezzel pedig Kápuát. Kápuát addig őrzik, Tarasz ostrom alatt oda ment a brutális hadsereg. Megvárjuk, amíg Tarasz elbukik, és bezúzzuk a maradékot. A római hadsereget bezárjuk egy várba, amit nem tudnak megvédeni, és ahol remélhetőleg a falak még szét lesznek döntve. Milyen kezd Dél-Itália, beveszünk Kápuát és Árpit, aztán békét ajánlunk a rómaiaknak, nem akarunk túlterjeszkedni. Ez egy római követ volt. Ha jól látom, ott még van határ, ha látjátok ott Pella és Trákia között, ott a diplomatámtól jobbra föl. Igen, visszavonult Debilus is ereg, nem volták ostromban el Bizantiót. Valószínűleg megtámadták Pellát a makedónok, vagy ilyesmi. Nem, Pellát nem támadták meg, és nem is látom makedón sereget, nem tudom miért vonulnak vissza. Lehet, hogy akkor inkább Demetriaszt akarják megtámadni ők. Jó, ide építünk egy új kolóniát. Na most. Itt adjunk két egységnyi láncsást és egy egységnyi csadározót. Regionalizás szélén áll, de nem lázad. Három kör múlva elkészül a fucking, hogy is hívjákunk, az adminisztrációnk. Utána pedig építünk majd egy báltemplomot nekik, aztán jó lesz az úgy. Ide építünk egy őrtornyot, hát hogyha esetleg később római mozgás. Az az ostrom vesztes lesz, ezt már most látom. Hagyjuk, hogy megvédje magát Pyrrhosz. A rómaiak lepaktáltak az Avernusokkal. Ez nem biztos, hogy jó lesz. Rómát alig őrzi ki, nagyon nagy kísértésig bevegyem, de az a baj, hogy akkora helyőrséget kéne ott tartanom, hogy nem tudnám folytatni a gyaratot, hogy Rómát venném be. Arce viszont úgy látom nagyjából elégedett. Hogyha esetleg itt hagynék két láncsás egységet, akkor föllázd a seggembe. Így nem, de nem is tudok képezni helyőrséget arra, amikor majd növekszik a népesség és megint csak lázongani akar. Na jó, ez van. Tele szirakózaiban lejjebb ment egyébként Zárász meg a kulturális különbség. Nope, pont ugyanott van azt hiszem, ahol eddig. Ez nem jó.
Oké, rómaiak a jólatom semmit nem mondta a blokkád alá, tehát attól nem kell félnünk. Ami azt mondja, mi mondjuk őket blokkád alá, szóval. Ja, tengeren dominálunk. Szerintem kidaktól majd kérünk később térképet, amikor milyen lesz fél Dél-Itália. A tarasszai erősség mondjuk nem rohan ki, de lehet, hogy olyan elit egységek vannak abban a nagyságban, amikkel nem bírnának el. Ebben az esetben pedig Rómának van esélye az ostromnál. Fuck you, Róma. Nagyon jó humoratok van. Protektáljátok a nénikéteket. Jó. Tarantó most elbukott. Ez azt jelenti, hogy RP és Capua szabad célpontok. Capuában kisebb a helyőrség, ezt megpróbáljuk kihasználni. Bár Rómából könnyebben csapnak oda Capuára, hogyha onnan meg visszafordulok RP felé. RP-t támadjuk először. Építünk 4 falt rőkost. A települést védi egy Camillus-i római lovas egység, egy egységnyi Princeps, egy egységnyi Hastatus, egy egységnyi Triarius, egy egységnyi Rolarius és egy egységnyi Samnis nehéz gyalogos. Legalább van variáció a segükben. Következő körben bezúzzuk őket rohammal. Utána pedig megyünk Capuára. Közben fel tudok venni esetleg régiómra egy diplomatát, fel tudok venni egyet. Remek. Amint mondtam, ebben a háborúban nem fogjuk bevenni Rómát. Szegesztán viszont gondol... Felszabadult az ibériai hegységem és Szegesztát nem védik, mert arra számítanak, hogy délre jövök. Arcai addigra majd lenyugszik, remélem. Úgyhogy nem, akkor majd pár egységgel többet hagyunk itt. Ami azt jelenti, Mastiából, mivel már ott van egy testőrovasság, kihozunk egy egységet Arcaiba. Tehát bevesszük Szegesztát és a Liguriai partot, bevesszük Capuát, bevesszük Arpit, aztán békét kérünk a rómaiaktól. Meghagyjuk nekik Ariminumot, Aréciumot és Rómát. Meg esetleg bevették Bononiát, szóval azt is. De az épzukat nem szorították vissza és Veneciát sem vették még be. Jó, azt hiszem elintéztem mindent erre a körre, szóval a következő kör. Nem tudom, hogy hova lett zarolhatni egy római hadsereg, lehet, hogy Észak-Itáliában is gallokkal viaskodik. Vagy felkészül arra, hogy a gallokkal viaskodjon. Oh shit, egy római tábornok! Egy Cnaeus Cornelius Blasio. 1068 emberrel, leginkább tartalékosok és lovasok, meg a testőr lovassága. Plusz a helyőrség. Oké, ez egy érdekes csata lesz, végre. Ó, és Mágó Pocsék hadvezér. Rosszabb, mint Hamilcar, fuck!